Januárban két magyarországi szárnyas tartótelepen is kimutatták a madárinfluenzát. Néhány nappal később Kína közölte, hogy semmilyen baromfés vízi szárnyas terméket nem importál Magyarországról. Kína nem az első volt, korábban 9 ország, köztük Dél-Korea és Izrael is korlátozta a magyar baromfi hús bevitelét. A betegség egyelőre nem jelent meg máshol az országban, viszont már így is óriási károkat okoz. Évekig tarthat ugyanis, amíg a tiltást elrendelő államok újra beengedik a magyar húst. Ezzel kapcsolatban tartott előadást diákoknak Csorbai Attila, a baromfi terméktanács elnöke, az Agrárminiszter által fenntartott Szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnáziumban. Én úgy gondolom, hogy a világ nagy járványai azok a legfontosabb események, amelyek a globális húspiacra, így a baromfi termékekre is hatnak. Ezek közül nyilván kiemelendő az egyik konkurens húsféleség, a sertéshúst érintő problémák, hiszen az afrikai sertéspest is következményeként elsősorban Ázsiában óriási állományok mentek ki, és gyakorlatilag ezt mind a mai napig nem tudta a világ semmilyen úton, módon pótolni. Nyilván ez a betegség ez nem állt meg Ázsiába, tudjuk, hogy jelen van az európai kontinensen is, és hát ez komoly problémákat okoz jelenleg, mennyiségi problémákat, hiszen Kína húsellátása jelenleg nem biztosított. Az ember ilyen esetben azt gondolhatja, hogy a sertéshús körüli problémák felhajtják a baromfi hús árát, a szakértő viszont épp az ellenkezőjére számít. Csorbai Attila szerint a sertéspest is a baromfi ágazatnak is komoly károkat okoz. Baromfi hússal is próbálják ezt a kieső húsmennyiséget pótolni, azonban a kedvezményezett régiók az elsősorban Brazília, illetve hogyha a kínai-amerikai kapcsolatok valamikor majd rendeződnek, akkor valószínűleg az Egyesült Államok lesz, hiszen ezek azok az országok, akik olyan mennyiséget képesek produkálni, amelyek elláthatják, vagy részben pótolhatják ezt a kieső húshiányt. Vagyis az európai és azon belül a hazai tenyésztők komoly versenyhátrányba kerülhetnek az észak- és dél-amerikai kollégáikkal szemben, de nem csak ez nehezíti az ágazatban dolgozók mindennapjait. Európán belül és a baromfi ágazaton belül is megvannak a saját problémáink. Ez a problémakör az elsősorban a madárinfluenza és annak következményeire vezethető vissza. Tudjuk, hogy Európán belül több országban is jelentettek, riportoltak ilyen típusú megbetegedéseket, köztünk hazánkban is. Nekünk most az a legfontosabb, hogy ezeket a járványkitöréseket, illetve annak kockázatát minimalizáljuk, lehetőség szerint ne történjen újabb kitörés, és hát ehhez nagyon sokat kell tenni a hazai gazdálkodóknak. Vagyis a hazai tenyésztőknek szigorúan be kell tartaniuk az elrendelt szükséges állategészségügyi és járványvédelmi intézkedéseket, például, hogy tilos szabad ég alatt tartani a szárnyasokat. Ez nem csak a nagy szárnyas tartó telepekre vonatkozik, hanem azokra is, akik otthon a háznál tartanak baromfit. Reményeink szerint a hatóság be is fogja tartatni ezeket az előírásokat, ahhoz, hogy tényleg ne történjen újabb kitörés, és akkor ismét szárnyalhasson egy kicsit a baromfi. Itthon már akár néhány héten belül feloldhatják az árlati intézkedéseket, az viszont évekig is eltarthat, amíg a már tiltást elrendelő államok újra beengedik a magyar baromfit. A fertőzött állományok nagysága is olyan nagyságrend, hogy adott esetben több hétig tart, amíg a telepet kiürítik. Ezt követően kezdődhet meg csak a takarítás, fertőtlenítés, és ezt követően bizonyos idő elteltével lehet csak feloldani az állati intézkedéseket. Én úgy gondolom, hogy ez megtörténhet tehát a telepek kiürítése reményeim szerint egy-két hetes időtartamon belül meg fog történni. Ezt követően kezdődik el a takarítás, fertőtlenítés. Az állati intézkedések feloldására reményeim szerint valahol február közepe végén kerülhet sor. A madárinfluenza ellen egyelőre nem létezik hatékony gyógyszer, és a baromfi terméktanács elnöke azt mondja, ha létezne sem lenne igazán jó megoldás a gyógyszerezés. Elméletileg lehetne kifejleszteni olyan ellenanyagokat, illetve olyan vakcinát, amely hatékonyan képes lehet megvédeni az állományt. De tudjuk, hogy a madárinfluenzának is több szerotípusa van, tehát a vírus is különbözőképpen hasonlóan egyébként, mint a humán influenza vírusot is különböző törzsek, szerotípusok léteznek. Éppen ezért mindig kérdés, hogy ez költségében mondjuk mit jelentene egy ilyen védekezés. A másik oldal pedig, ami szerintem inkább kétségessé teszi, ez a gyakorlati felhasználhatósága, hiszen a különböző ázsiai országok a különböző szállítmányokat, azokat ellenőrzik. Na most, hogyha találnak egy madárinfluenza elleni ellenanyagot ebben a testrészben, húsban, vérben,
akkor ugye felmerül a gyanú, hogy ez egy fertőzött állomány volt. És jelenleg ugye nem, nincs olyan metodika, amivel ezt az ellenanyagot el tudjuk különíteni a vakcina ellenanyagtól. Ebből adódóan nagyon sok ország kizárná a vakcinázott állományokat a saját kereskedelméből és forgalmából. Úgyhogy emiatt azért kétséges ennek a vakcinának a felhasználhatósága. Én ezt ott látnám szükségesnek, ahol a nagyértékű tenyészállományok, adott esetben elitállományok megóvására törekednénk, hiszen ezek kereskedelmi forgalomban nem kerülnek, azaz gyakorlatilag mindegy, hogy az ellenanyag az milyen és hogyan mutatható ki. Ugyanakkor meg tudnánk ezeket óvni, adott esetben a fajokat vagy a fajták kipusztulását. Például libából, kacsából is vannak olyan állományok, amelynek megóvása azért mindenképpen fontos. Vagyis a húsban levő gyógyszernyomok bizonytalanságot okoznának, mert a vevők nem tudnák biztosra venni, hogy az állatok nem fertőzöttek meg madárinfluenzával. A szakértő szerint éppen ezért hosszú távon a gyógyszeres kezelés helyett inkább a betegség terjedésének megállítása lehet hatékony védekezési módszer. A járványvédelemnek a nagyon szigorú fejlesztése, és ezeknek a fejlesztésekhez ez forrást is kell biztosítani. A forrás pedig meg is lesz, ezt néhány napja a Facebookon egy videóban jelentette be Nagy István agrárminiszter. A szaktárca vezetője azt mondta, pályázatokat írnak ki, amikkel az állattartók a telepeiket korszerűsíthetik.